A darabban a Bánfalvi Ági által alakított Doris boldog házasságban élő kaliforniai asszony, George, azaz Harmat Imre pedig nős könyvelő New Jerseyből. Véletlenül futnak össze egy fogadóban, s másnap arra ébrednek, egymás karjaiban töltötték az éjszakát. A reggeli ismerkedés az őszinte, vagy csak annak tűnő vallomások és a humor jegyében telik. Nézze, Catherine, mindenek előtt azt szeretném mondani, hogy ez az éjszaka volt a legszebb, a legcsodálatosabb dolog, ami történt velem valaha az életemben, és ezt soha nem fogom elfelejteni. Sem ezt az éjszakát, sem magát, Catherine. Doris. Tessék? A nevem Doris. Én valóban olasz vagyok. Hát akkor maga miért nem szenvedélyes? Mert ha az ember egy népes olasz családban nő fel, akkor egy életre megcsövődik a szenvedélye. Maga talán zsidó? Miért? Hát akkor hol nézzünk magába ez a nagy bűntudat? Kérem szépen, én hites könyvvizsgáló vagyok, és mindig nagyon logikusan szoktam gondolkodni. Mindig. Doris és George között különös szerelmi kapcsolat szövődik, melynek lényege, hogy évente egyszer, ugyanabban az időpontban, ugyanott egy kellemes hétvégét töltenek együtt. A nem mindennapi történet sikere évek óta töretlen. A darab, a rendezés, Horváth Csaba rendezte, ugye Harmatimi partnerem, imádjuk, szeretjük, és a közönség is nagyon szereti, és ez mindig új erőt ad nekünk, hogy ilyen nagyon jó a visszajelzés. Mondhatjuk, hogy ez valójában egy tükör a társadalom felé. Hát tulajdonképpen ez két emberről szól, egy mikrovilág, tehát az, hogy mik a kapcsolataink, hogy kell ezen dolgozni, hogy tudunk párban együtt élni, mert hát ez a legnehezebb, a hétköznapok és a kis világunk. Bár csupán két szereplője van a színdarabnak, a beszélgetések során megismerhetjük Doris férjét, George feleségét, s a gyerekeket is. Értesülünk a mindennapi problémákról, melyeket akár mi magunk is átéltünk már. Kicsit ugye jobban le tudnak mérni, jobban velünk tudnak lenni, mint egy nagy darabban, ugye ahol 20-30-an vagyunk a színpadon, például a Figaro házassága vagy az Abigailnél, ott ugye több sors van, tehát több életet látunk, így meg most a kettőjét. Harcolnak az észérvek és az érzelmek, ugye? Igen, hát az érzelmek különösen, mint ahogy tudjuk, azért nagyon sok mindenben érzelmileg döntünk. Esetleg valamilyen tanácsot nyerhetnek-e a nézők ebből a darabból, miután megnézik? Hát, talán az, hogy érdemes kitartanunk a dolgok mellett, tehát érdemes kitartanunk a társunk mellett, nem szabad olyan könnyen feladni dolgokat, inkább dolgozzunk értük. A kétrészes vígjáték végére kiderül, egy könnyű kis kapcsolatnál jóval többről van szó. Tartalmas, bizalomra és őszinteségre épülő szerelem ez, ám a felismerésig a szó út vezet. Moci, loci! Ne, maradj így! Most lehet, hogy... Halló? Igen, itt apuka beszél.
Valami baj van? Ki esett? Melyik? Jaj, nem baj, kicsi bogaram, hanem találok. A fogtündér majd hoz helyette újat.